Több mint 700 kisiskolás vett részt Erdély minden szegletéből a 2018-ban indított Sziporka ismeretterjesztő folyóirat 5 fordulós műveltségi vetélkedőjén. A legjobb és legszerencsésebb csapatok június utolsó hetén a Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány honismereti népzene, néptánc és kézműves táborában vehettek részt. Nagy lelkesedéssel vetették bele magukat ezek a kisdiákok a mezőségi szorványkollégiumban és oktatási központban megszervezett kézműves foglalkozásokba. A Sziporka folyóirat műveltségi vetélkedőjén való részvétellel és sikeres szerepléssel érdemelték ki az egyhetes válaszúti táborozást. A folyóiratban megjelent cikkek, valamint a munkafüzetekben megjelent feladatokhoz kapcsolódóan egy pályázatot indítottunk, 5 fordulós pályázatot. A novemberi számban tettük közzé a pályázati felhívást, csapatjáték volt, 3 gyerek vehetett részt egy csapatban, és válaszolniuk kellett a folyóiratban megjelent cikkek és a munkafüzetek feladatai közül néhányra. A pályázaton résztvevő tanulóknak a többi között néprajzi, földrajzi, történelmi és technikatörténeti témákban kellett elmélyülniük. Megtetszett a folyóirat, ezért mi is beneveztünk erre a versenyre. Nem gondoltam volna, hogy eljutok vele egy táborba. Az 5 fordulós műveltségi vetélkedő alatt nem csak ismereteket szereztek a gyerekek, megtanulták a csapatmunka fontosságát is. Voltak olyan feladatok, amiket egyedül nem tudtunk kitalálni, és amikor ott voltak a többiek, akkor mindig valaki tudott segíteni, hogy tudjuk megoldani azt a feladatot, és ennek segítségével eljutottunk ide. Jutalmul pedig egy olyan táborozást nyertek, amelynek célja szintén a játékos ismeretszerzés. Az e-heti táborunk témája Mátyás király köré fonódik, így az esti meséket is Mátyás király meséiből választjuk. Mátyás királyról szóló meséket mondanak nekik a kollégák. A tegnapi kirándulás, kolozsvári kirándulás is ehhez kapcsolódott. Tehát igyekszünk őket tanítani is, nevelni is, de játékos keretek között, hogy jól érezzék magukat ebbe a táborba, és szívesen jöjjenek vissza. A Kallós Zoltán Alapítvány táborain a gyerekek élő zene mellett szerezhetnek életre szóló élményeket és értékes ismereteket.